Részlet egy díjnyertes videóból, amely a Forgas a Földért elnevezésű versenyre készült az idei évben. A megmérettetés mintájára most újabb lehetőséget kínálnak azoknak, akik szívesen készítenek videós tartalmakat, akár amatőr, akár profi szinten. Baranya Filmmaraton címmel indul ugyanis egy új filmkészítő verseny, melynek központi témája a megyei értékek. A kezdeményezés célja többek között a fiatalok helyben tartása, illetve hogy Baranya több figyelmet kapjon és erősödjön a megye pozíciója. A fiatalabb generációk, akik már beleszülettek azoknak a digitális eszközöknek a használatába, abba a 21. századi technikai fejlődésbe, amit az én generáció még úgy tanult meg, ők szinte összenőttek a mobiltelefonnal, azokkal a videókészítési technikákkal, amelyekkel ma már kiváló minőségű felvételeket, rövid filmeket tudunk készíteni. Ráadásul a különböző felmérések azt is mutatják, hogy ez a generáció már naponta 100 percet tölt legalább az interneten különböző videós tartalmak nézegetésével, tehát igen nagy a tájékozottsága és megfelelő technikai tudással is rendelkezik. A Baranya Filmmaraton filmkészítő verseny célja tehát az, hogy elsősorban a fiatalabb generáció tagjai megismerjék és rövid videókban megörökítsék, és természetesen másokkal is ezáltal megismertessék, és továbbadják a Baranya megye területén található értékeket. Itt gondolunk szellemi értékekre, gondolunk az épített környezeti értékeinkre is, és miután a mecsek déli lankáinál helyezkedik el Baranya megye és Pécs városa megyeszéke, így természetesen a természeti értékeink bemutatását is várjuk ezeken az alkotásokon keresztül. Azokról, akik a digitális kultúrában élnek, elterjedt 3 fontos adat, amit tudományos kutatások is igazolnak, mondta a sajtótájékoztatón Szécsi Gábor. Az egyik, hogy hihetetlenül értik a képi nyelv logikáját. Rendkívül gyorsan, rövid idő alatt képesek teljes történeteket, narratívákat elmesélni, akár a videótelefonon, akár más technikákkal felvett filmek nyelvén. A másik, hogy a mai nemzedékek, a digitális kultúrában élő nemzedékek rendkívül fogékonyak a lokális, a helyi problémák irányába, a helyi értékek irányába. Mindenki úgy gondolja, hogy a globális kultúrában egy ilyen globalizálódó világ jegyében eltávolodnak a fiatalok, az újabb nemzedékek a helyi értékektől. Éppen ellentétes a képlet, tudományos kutatások egyértelművé tették, hogy a fiatalok egyre tudatosabban és erőteljesebben kötődnek a helyi értékekhez. Csak olyan nyelven kell őket megtalálni, és olyan programok keretében, ami közel áll hozzájuk, a mindennapjaikat lefedi. Hát ilyen ez a rövid, vizuális történetmesélés. Ez kitölti a mindennapjainkat. A TikTok, Instagram, más közösségi média felületek erre épülnek. Hát akkor ezen a nyelven kell őket megtalálni, és ezeket a helyi kötődéseket, a helyi értékek iránti tudatos kötődéseket megjeleníteni. A harmadik dolog, amit kevesen tudnak, hogy ezek az újabb nemzedékek rendkívül aktívak is. Jól aktivizálható problémák mentén. Ezek lehetnek ugye a klímaváltozással kapcsolatos kérdések, de lehet például a helyi értékek megóvása, mint olyan. Úgy gondolnánk, hogy ez egy közömbös, eltávolodó, elzárkózó nemzedék. Nem. Kutatások egyértelművé tették, hogy ebben a különleges virtuális világban, ebben a virtuális valós hibrid kultúrában nagyon komoly társadalmi tőke rejlik, tehát nagyon könnyen aktivizálhatók, mobilizálhatók a fiatalok egy-egy program mentén. Na erre a 3 felismerésre épült a Forgassa Földért program, és erre a 3 felismerésre épül most ennek egy új változata, ami kifejezetten a Baranya megyei értékek megjelenítésére hivatott. A versenyben szinte bármit szabadon alkothatnak a jelentkezők, de a szervezők egy kis csavarral is készülnek. A fiatal generáció számára történik ugye alapvetően a megszólítás, de nem zár ki senkit, hiszen technikailag sincs megkötés, korosztályi megkötés sincsen. Mert ugye lehet videokamerával, mobiltelefonnal, vagy fényképezőgéppel is, ugye, amivel filmet szoktunk készíteni. Tehát bármivel lehet. A zsűrinél fő szempont, hogy mi az ötlet. És azt az ötletet, amit szeretne bemutatni a játékban résztvevő, az azt meg tudja valósítani valamilyen szinten, hogy érezhető legyen, hogy mit akar kifejezni, mit akar elmondani a filmen. A másik, hogy 24 óra, hogy ne csinálják meg előbb a filmeket.
És ugye Baranya megyéhez kötődik, tehát Baranya megyében lehet leforgatni a filmet, ez alap, ugye a Baranya megye területén. Ehhez ugye a rajt pillanata az 11-én szombaton délelőtt van, és az interneten megjelentetünk délelőtt 10 órakor három olyan elemet, témaelemet, amiből egyet be kell építeni a filmbe. És nem csak egy ilyen pillanatra be kell villani, hanem valahol a történetnek a részének kell lenni. Azt még nem tudni, hogy mi lesz ez a három elem, de a szervezők bíznak abban, hogy nagy érdeklődés övezi majd a versenyt, amely június 11-én és 12-én lesz. A megmérettetés végén egyébként a győztes 500 000 forint jutalomban és tárgynyereményben részesül, a legjobb filmek alkotóit pedig az egyetem fogja menedzselni a későbbiekben.